Bavián fable, nászjelentés, 84. lélegzet. Délutánra a kék bolygó teljes népessége látta, olvasta a sikerült riportot. Hívott anyám, anyósom, idős ikon, boldog-boldogtalan. Volt, aki gratulált, mások értetlenségüknek adtak hangot. Szelvin elei utálatukról biztosítottak. Egyik beszélgetés sem örvendeztetett meg. Már épp azon tűnődtem, hogy fölfalom a méreggyűrűt, amikor újfent megszólalt a maroktelefonom. Itt ülünk a kivégző falban, közölte Horsa, csak te hiányzol. És persze Nicole, de az ő távol léte igazolt. Különben örülj, hogy legalább ő nem látta a lapot, mert már felkeresett volna az Uzival. 20 perc múlva landoltam kocsmánkban. Mamusz onnan folytatta, ahol abba hagyta. Ha Nicole itthon volna, már rég elkergette volna Szelvint egy kézigránáttal. Körme hegyével megkocogtatta az asztalon heverő újságot. Mivel magyarázod ezt? Kezdhetem az elejéről. Skara a szemét forgatta, Adena aggódón méregetett. Meril arcáról sötét rossz szallás áradt. Horsa is dúltnak látszott. Elmeséltem az őrangyalt, aki fejbevágta, és éj módon csak nem kinyírta a Szelvint, mivel a kerub az én kezemben tartózkodott, midőn ezt művelte. Jóvátételképpen megfogadtam statisztálók válófélben lévő férjemnek, midőn másnap a boldog házasságban élő mozisztár szerepét alakítja a fotósok és riporterek fürkész tekintete előtt. Megbudjantál! Förmet rám Meril. Tűpettyes szövetnadrágot, borostyán zöld pulóvert viselt, megtermett alakján. Rövid vörös haja lángolni látszott a mennyezeti lámpák fényében, zöld szeme villogott. Nyugtalanítóan jól nézett ki, el is tökéltem, konzultálok vele a leszbikusságról. Még kérded? Fanyalgott Pézsé. Persze, hogy megbudjant. Szelvin átvágott, ismertem el, azóta nem is szóltam hozzá. Ezt halván az áldott türelmű Adena is kifakadt. Nem szóltál hozzá? Még nincs agyonütve a nyavajás. Jamal, vele mi van? Kérdezte Horsa. Eljött gratulálni. Hiába próbáltam megértetni vele, miről van szó. Berágott. Vége. Sajnálom, hogy véget ért még, mielőtt igazából elkezdődhetett volna. Horsa felkacagott. Halljátok, sajnálja. Kitagadlak a barátságomból, te eszehagyott idióta. Már megbocsás. Még hogy alig kezdődött el Jamallal. Láttuk, amit láttunk, már az esküvőn is. Mindenki azt hitte, ti vagytok az ifjú, boldog pár. Ezzel a pasassal nem lehet játszogatni. Őt már elpuskáztad. Most mi lesz veled? Megpróbálod leélni a hátralévő időt Szelvinnel? Miért is ne? Ő olyan aranyos fiú, jól néz ki, és nagyon tud bánni veled. Milyen szépen kelepcébe csalt. Beszélek Jamallal, sóhajtottam. Meg se próbáld, felesleges, óvott Meril. Mit mondhatnál neki? Á, dehogy is szülök poci csapatot, és még csak boldog se vagyok. Azt hiszed, nem tudja. Arra hivatkoznál, hogy épp csak hazudtál egy kicsit? Szerinted imádja a hazudást? Kezdesz Szelvin szintjére süllyedni. 1-2 hét és narkózni is fogsz. Azután gyönyörű fotók jelennek meg rólatok, melyeken mindketten zavaros tekintettel, felpuffadt képpel, nyálfolyatva, összehugyazott cuccban támolyogtok az utcán, te jobbra dülöngész, életet párja meg balra. Éljen az örök hűség. Miért nem nézted meg jobban, kinek fogadod? Szóltatok? Mit lehetett volna szólni neked, amilyen elborult voltál? Ez a tettévutad, Zsák utcád, szólt Adana. Be kell járnod. Nem érzed, hogy már is gazdagabb lettél általa? Ne gyere nekem ezzel az ezoterikus buddhista lélekbúvárbaronsággal, mordultam. Szegényebb lettem, tisztára hülye lettem. Elegem van az egész férfi-nő macerából. Meril, leszbikus leszek. Mikortól? Kérdezte. Vállat vontam. Majd szólok, ha esedékes. Bevezetsz a titokba? Előre hajolt az asztal fölött, és intett, tegyem ugyanezt. Orrunk csak nem összeért a poharak fölött. Tudsz figyelni? Van mivel? Ha még emlékszel, hajdan én is a pasikat kultiváltam, míg nem egy napon tele lett velük a pesszáriumom. Hosszú idő óta Jamal Arkins az egyetlen férfi, akiről azt állítom, ő egy roppant meggyőző érv a heteroszexualitás mellett. Ezért a pasasért érdemes volna felhagyni a leszbikussággal. Tényleg, mi van a Baby Jamaltól projekttel? Érdeklődtem, nem akarván tovább hallgatni áradozását. Beszéltünk róla, mármint ő meg én. Igen? És? Apás szülés lesz? Ne nyegléskedj, mint egy nyikhaj, förmett rám Meril. Elmondtam, mit szeretnék kérni tőle. Hogy ez számára semmiféle kötelezettséggel nem járna, természetesen testi kontaktusba nem kerülnénk, nem kell megnéznie a gyereket, semmilyen apai reflexet nem akarok kiváltani belőle. Akkor meg mi értelme? Ezt kérdezte.
Miközben próbáltam elmagyarázni elgondolásom értelmét, rájöttem, hogy ez tényleg nincs neki. Végül megegyeztünk, örökbe fogadok egy elhagyott babát. Megegyeztetek? Ismételtem. Igen, oda-vissza átbeszélgettük a kérdést. Végezetül egyforma álláspontunk alakult ki. Ezt a fogalmazást jobban érted? Vagy azt nem érted, hogy olyan személyről van szó, akivel az ember nem gyalogjáró fantáziátlan locsogást folytat, mint oly sok más fajtásával? Vele beszélgetni lehet, a szó legnemesebb értelmében. Ha egy becsüs állítja, akkor elhiszem, jegyeztem meg pimaszul. Holsa mellére pillantott. Figyeled? Már is síkideg. Erre mondom én, hogy Jamal hülyéket idegesítő pozitív jelenség. Nyomban megsértődtem. Azért hívtatok ide, hogy egy betonfejű pasast szidolozzatok. Krízisben vagyok, káváriázok, adjatok tippet, mit tegyek? Megtetted azt valaha is, amit más tanácsolt neked? Kérdezte Skara. Nem is értem, miért állunk szóba veled egyáltalán. Ott van a megoldás az ujjadon. Tőlem kaptad nász ajándékul. Kap be! Körbenéztem az ismerős arcokon. Nincs más kiút. Vállat vontak, fintorogtak. Zavartan kortyoltak az előttük álló gyümölcslevekből. A többi vendéget a kirakat üvegen túl sűrűsödő sötétséget szemlélték. Rám véletlenül sem pillantottak. Ugye most is szórakoztok velem, mint amikor a nyelves csókkal jöttetek? Firtattam reménykedőn. Na, az volt az utolsó eset, amikor megpróbáltunk jót tenni veled, szögezte le Holsa. Megteremtettük számodra a lehetőséget, hogy végre méltó módon rendezd az életed. Előkészítettem a pasast is, nehogy megrémüljön, amikor majd berontasz az ajtaján, bevallod, milyen régen szereted őt, és lehasítod róla a nadrágot. Ott állt mindenki felcsigázva. Te meg tovább ücsöregtél otthon, összezárt érdekkel a férjed dili doboza mellett. Miért nem szóltatok? Miről kellett volna szólnunk, te nagyon tyúkagyú? Nem hiszem el, te egy látás szőke vagy, rikkantott Holsa. Adena bokán rúgta őt az asztal alatt. Pézsé nem protestált, festett szőke lévén. Sóhajtottam, lapoztam. És veletek mi van? Gyereket várok, most már biztos, újságolta Adena. Szeretem ezt a terhességet, szüntelenül kívánom Zekket, úton útfélen szeretkezünk, komolyan, folyton, mindenütt. Talán még csak a hamvasztó kemencében nem csináltuk. Olyan furcsa, ha az ember szerelmes, akkor egy pillantás, egy mozdulat, egy érintés csodával ér fel. Bocsi, Andra, hidd el, neked szurkolok, szabadulj meg Selvintől. Tedd lehetővé számára, hogy megtalálja azt a társat, aki segíteni tud neki a leszokásban, aki boldog lesz azzal, amit ő nyújthat. Te már meglelted a magad férfiét. Örülj neki, hogy ilyen kegyes volt hozzád az élet. Rengetegen válnak el, azután magányosan tényferegnek, és mindenféle ócska viszonyba belemennek pusztán azért, mert utálják az egyedül létet. Ehhez képest a te életed egy luxus utazás a csillagokba, szerintem. Skarára nézett el. Ugyanezt mondhatnám napjaimról, mint Adena, kezdte Pézsé. Repesünk a szerelemtől Generóval. Ő az igazi. Úgy értem az én számomra. Holsa például megőrülne tőle. Már meg is őrültem, betette közbe az említett. Engem ez a temperamentum izgat fel. Ettől érzem azt, hogy szép és vonzó a világ. Imádom, hogy Generó féltékeny, ha birtokolni akar, ha 5 percenként rájön a kanzás. A micsodázás jön rá? Kérdeztem, tenyeremmel fülemet kagylózva. Mamusz felsóhajtott. Már nem is érti. Papusz, mondd meg igaz lelkedre, mikor láttál legutóbb pucér férfit? Ez nem jött be neked, ma reggel is láttam egyet. És mire használtad? Kiéltem rajta jótét hajlamaimat. Többségében kérdőjeleket sugároztak felém. Skara az asztallaphoz koppantott a poharát. Még nem végeztem a beszámolómmal, tehát Gennaro az én esetem, hozzámegyek. Megszívod, jegyezte meg Meril. Akkor is hozzámegyek. Most már tényleg férhez kell mennem, én vagyok a soron. Különben is, ki ad biztosítékot az örök szerelemről? Adena kapott, vagy elszúrjuk, vagy nem. Hülyék volnánk, ha nem próbálnák meg. Gennaro tüzes, nyakas, büszke, szenvedélyes, féltékeny, kisajátító, gyerekimádó típus. Veszünk egy nagy házat, és benépesítjük sarjainkkal. Milyen romantikus, fanyalgott Holsa. Néhány hete randizgatok Andrewval, és ő tegnap pedzette meg az összeköltözést. Nem akartam elhinni, kilelt a hideg. Pedig ő nagyon rendes pasas, előre enged az ajtóban, néha nap virágot vagy bombont is hoz, értelmes beszélgető partner. Semmi bajom vele. Mégis rosszul lettem az együttélés gondolatára. És a szex? Informálódott Skara. Mi van vele? Játszotta az értetlent Mamusz. Aha, itt van az ebb sírja. Mit titkolsz?
Semmit, a szexre se panaszkodhatok. Andrew roppant figyelmes az ágyban. Mindig megkérdezi, jó-e nekem, amit csinál, megfelelő tempóban végzi-e, kielégítő-e a mérete, eléggé felkeményedett-e, nem hatol-e túl mélyre, vagy túl sekélyre. Borzongó hangokat hallattunk. Hosa bólogatott. Ami azt illeti, rém nehéz úgy élvezni, ha közben arra koncentrálsz, nehogy elröhögd magad. Nem, hogy örülnél. Ez a fickó imád téged. A végén még megkéri a kezed, nyugtalankodott Pézsé. Legközelebb én megyek férhez. Én. Megértetted? Meryl felkacagott. Nézzétek már, Skara reszket, hogy lemarad valamiről. Retteg, mint szingli a hervadástól. Ha megkérné a kezemet, megbánná, jelentette ki Mamusz. Velencei tükör nem veri úgy vissza a fényt, mint én a leánykérést. Ne aggódj, Pézsé, te leszel a következő. Nem veszélyeztetlek. Én sem nyomakszom eléd, siettem leszögezni. Remek ez a modern világ, az ügyvédek válnak helyettünk. Ez ma már csupán papírmunka. Aha, csak előbb fizikai valójában is meg kéne szabadulni a fértől. Kivele a házból? Szólt Adela. Eltűnődtem. Jamal megígérte, hogy mellettem lesz a nehéz napokon. Ehhez képest... Biztos melléd állt volna, ha szólsz, hogy szükséged van rá, közölte Horsa. Ahogy téged ismerlek, nyilván lezserül kijelentetted, majd te megoldod a problémát. Azután a probléma baromian a fejedre nőtt. Lehet így mondani? Meryl a fejét csóválta. Mit ragozzuk? Változik valami? Jandra jelenleg együtt él a férjével. Közbevágtam. Nem élek együtt vele, mivel például nem is kettyintünk. Na és, miben különbözik ez más házasságoktól? Adra tiltakozott. Te tisztára el vagy tájolva. A házasságban élők igenis kettyintenek, mégpedig jó ízűen és lépten nyomon. Ti vagytok a tiszteletre méltó kivétel, hagyta rá Meryl. Jandra kolonsznak tartja a férjét. Az egész csak arra jó, hogy nem essünk el hozzá bulizni, és persze a pasiával sem randizhat egy-egy fergetegeset. Miért? Csodálkozott Pézsé. Jamalnak van lakása, ott is randizhatnának. Semmi akadálya nem volna, ha románcuk a kettyintésről szólna, ám ez veszekedett szerelem, igazam van? Meryl rám nézett. Elhúztam számat és bemutattam, már csak a kéztördelés telik tőlem. Jól van, sóhajtott Horsa, induljunk oszlásnak, ugyanis nem mentünk semmire. Add meg Jamal e-mail címét, kértem. Megütközöttem, bámult rám. Nyakán tetoválásnak tetsző ékszert viselt, és ez optikailag még kerekebbé varázsolt a fejformáját. Felborzolt rövid hajával, sötét szemével, csupa fog és ragyogás szájával, maga volt a jóság és a vidámság. Elég régen és alaposan ismertem már ahhoz, hogy lássam rajta, komolyan dühös rám. Nem adom meg, közölte, mivel nem is tudom. Hazudsz, Mamusz. És ha, mondt vállat, ha kell a cím, kérjed tőle, de nem hinném, hogy épp veled akarna elektronikusan levelezgetni. Attól tartok, ő nem úgy szakít, mint te. Takarodj Selvint, mondod, aztán tejjel mézzel kened a tökeit. Én mondom nektek, mindent megold a tavasz, sóhajtotta ábrándosan Adena. Nézzétek, nagy örökkel olvad a hó. Kiléptünk a kivégző falból, és néztük. A pozitív hőfokú levegőt kevergető szellő, kétségkívül fűszeresen izgató, érzékvadító illatokat hurcolt. A talajon sáros locsvocs bizonygatta az enyhülést. A háztetőkről bizonyos hódarabok tottyantak, pufogtak az aszfaltra, az út szélén parkoló járgányokra, felfelizgatván a riasztókat is. Meryl büszkén felmutatott a szemközti épület tetőperemét ékesítő kőfigurára. A jókora melszobor turbánt viselő, tökéletes arcberendezésű, kidolgozott felsőtestű, összeillesztett tenyérrel fohászkodó férfit ábrázolt. Hála Istennek, épp alatta találtam parkolóhelyet, örvendezett társnőnk. Így aztán, veletek ellentétben, én most nem fogok habat lapátolni a kocsiról. Meryl a tűzpiros Ferrari felé indult egy érforgalmú úton keresztül. Mi továbbra is ott álltunk, mélyről lélegeztünk, a háztető peremét csinosító, lámpával is megvilágított figurát szemléltük, annak szabályos, férfias, fiatalos vonású kőarcát, és mivel a feltartóztatlan tavasz a véráramunkba lopózott, és ott menten hatni is kezdett, visszafolytott sóhajtások repezgették mellhártyánkat. Horsa felnyögött. Ha egy ilyen pasas pedzeni az összeköltözést, előbb zúznám össze a velencei tükröt sem, hogy nemet mondjak. E pillanatban, akárha az őt megkívánó eleven nőhöz igyekezne, a kőférfi megbillent a mögötte feltorlódott hó nyomása alatt. Előbb balvállal dőlt a föld felé, majd az egész szobor zuhanni kezdett. Üvöltve előrevetődtem. Meryl már az úttest túloldalán járt, midőn megragadtam kabátja vállát. Hátrarántottam és elgáncsoltam őt, majd homoerotikusan leheveredtünk a fekete latyakba.
A kőszobor rettenetes dördüléssel landolt a Ferrari tetején, és a fémet átszakítva a kocsiba zuhant. A nyomában elszabaduló lavina három egymás mögött álló járgányt horpasztott be maga alatt. Ránk is bőven jutott a gyilkos hózuhatakból. Szürke furgon vészfékezett mögöttünk. Vezetője segített kiásni bennünket az ömledékből. Meril a fejét fogva tápászkodott talpra, erősen szédült a lavina ütésétől, ezért előbb az öltözékét fogta fel. – Bassza meg! – hördült, kukára érett ruházat aláttán. Ekkor megpillantott a Ferrariát, és szeme kigúvadt. Szája elnyílt, ám néma maradt, mivel az iménti szitokszónak nem volt felső foka. Nedvesen, mocskosan, nyomorodottan meredtem a mellettünk toporgó, aranyhalszerűen tátogó mamuszra. – Mit csináltál? – mordultam. Felnézett a tetőre, tétován megérintette mellkasát, és jókorát rúgott a lábainknál feltorlódott ömledékdomba. A soktól a sóbálványá dermedt merére pillantott, majd kezét a hajamra téve magához húzott, és a hajamba bömbölte. – Ez jelent valamit! Ez egy üzenet! Meril is a fejemre ejtette kezét, ugyancsak átölelt, és célnavékony hangon így szólt. – Megmentetted az életemet! Adena csatlakozott az engem dédelgetőkhöz. – Meglátjátok, valami tragédia történik hamarosan! – jajgatott. – A fenét! – förmett Veszkara. Ő nem csimpaszkodott össze velünk. Ez éppenséggel megmenekülést jelent. – Kocsim! – sikoltott Meril, leküzdve a sokkot. – Itt a tavasz! – jelentettem. Bavian Fable, nász jelentés, 85. lélegzet. Cajgás férfi, nagy farkú kutyával. Selwyn fokozottan kedves és elbűvölő volt, minden nap megokolta valamilyen ürüggyel, miért nem talált még lakást. Kifogásait olyképpen adta elő, hogy végül én érezzek hálát iránta, hiszen nem hagy magamra életem ezen megrázó időszakában. Társként mellettem áll, rendelkezésemre bocsátja férfi új vállát. Valahányszor észreveszi annak szükségességét, már is nyújtja felém a papír zsebkendőt. Munkaszobámba zárkóztam. Megfestettem a retteget hangulatú képet a király kisasszonnyal, a barbár hadúrral és a lány megmentésére siető testőrkapitánnyal. Az elkészült vásznat nyomban eltüntettem az állványról. Nem akartam, hogy Jamalnak legyen igaza. Valami olyasmit mondott, hogy a királylány sorsa szorosan összefonódik a mesélőjével, tehát megeshet, végül ő is alkoholista, valamint leszbikus lesz, és macskákat fog kínozni. Varázsütés egy dologban tévedett. Nem akartam macskákat kínozni. Már a liaison által okozott csalódást sem fájlaltam, hajdan azért fogadtam be az ebet, mert azt reméltem, megkeseríti főgonosz életét. Ehhez képest a kezdeti háborúzást tűzszünet, majd kifejezett barátkozás követte. Immár kéz a kézben őrizték a házat, és a bal szemén fekete kötéskendőre emlékeztető foltot viselő kiskalóz gyakorta játszott üldözőset a csutak farkúval. A vérpesgető játékért hálásan, haláltorka fára mászni tanítgatta a kölyök ebet, egyelőre csekély eredménnyel. Ja, a rojt fülű immár velem is másképp viselkedett, nem penetrázta hajamat, tárgyaimat. Időnként mellém telepedett a kanapéra, és a jövetmenet kedvem támadt megsimogatni budjant baraclekvár színű szívmintás bundáját, görbített háttal, meresztett farokkal állt rendelkezésemre. Megérdeklődtem Selwyntől, mit tervez kedvenc házi állatával. Azt felelte közönösen, az égvilágon semmi. Főgonoszt a sorsára hagyod? Nyikkantam. Vállat vont. Valakit nekem is el kell hagynom, ez hiúsági kérdés. Folytattam a mesejelenetek festését. Én már nem ablakrolátban, hanem faligép méretben gondolkoztam, mivel erős körvonalazódott bennem a vidékre költözés ötlete. Majdani hajlékomban nyilván másfélék lesznek az ablakok, a függönyöket tehát nem vihetném magammal. A testőrkapitány és a lány az összecsapás végén megszökik a hordafejedelemhez igyekvő seregtől. Mindketten sérültek, lázasak, lerongyolódottak, csupán egyetlen lovuk van, üldözőjük viszont tömérdek. Tudják, muszáj eljutniuk saját csapataikhoz, meg kell vívniuk a háborút a hódító csűrhék ellen, bujkálva éjjel lovagolnak, és a hátasuk kifullad alattuk, saját lábukon vánszalogva iparkodnak úti céljuk felé. Napközben elrejtőznek az árnyékos erdőben, hevernek, pihennek, gyógyulni vágynak. Egymásnak kiszolgáltatott helyzetükben felhagynak korábbi rátartiságaikkal. Nem törődnek többé se ranggal, se szemérmeskedéssel. Kapcsolatuk mind szorosabbá válik, miközben erőnlétük rohamosan romlik,
Lázuk immár csillapítatatlan, szembe kell nézniük a közelgő halállal. Ennek tudata meggondolkodtatja őket. Felmérik, mi volt eddig, és ezután még mi veszhet el. Mindezt két képben örökítettem meg. Haldoklásuk megörökítése közepette magam is megbetegedtem. A festéssel nem álltam le, úgy vélekedvén biztosan azért jött rám a magas lázzal járó bódult állapot, hogy azonosulhassak figuráimmal. Hol szédelegve imbolyogtam az állvány előtt, hol pedig a hajlékban kóvályogva kísértettem, hagymázos pirral arcomon. Szelvin sűrűn eltünedezett, de mindig előkerült, nem tartotta magát az esti érkezéshez, ötletszerű ritmusban jött-ment. Már nem faggattam őt a költözésről, a pikáns témát életem egykor volt értelmesem hozta szóba. A boldog házasságunkat dicsőítő fényképes riportok sorban megjelentek a különféle magazinokban, és robbantak is, akár az időzített bombák. Beta átadta helyét jóval szeretetleméltóbb unokahúgának, ő maga arra várt, hogy rajongottja új háztartását vezethesse. Ezen alkalom mindegyre késni látszott. Egy napon Zeta megkérdezte, látott-e orvos. Jól vagyok, feleltem. Fenét vagy jól, fortyant, beteg vagy. Na és, majd meggyógyulok, leheltem, és a festőszobába vonszoltam magam. Kisvártatva megállt mellettem, velem együtt ő is a vászlon alakuló képet szemlélte. Kérdeztetek valamit? Kérdezte, és választ nem várt. Azért, mert a készülő festmény nyomasztóan halálos, neked is meg kell halnod, ez a művészet. Nem, ez a véletlen, döglöttem már máskor is. Elkapott egy tavaszi vírus, rendbe jövök, köszönöm, hogy aggódsz értem. Tényleg ne hívjak orvost? Nem kell. Valaki mást? Isten őriz, imádom az egyedül létet, az alkotó magányt. Rendben, ez esetben megkérhetlek, hogy ne hóvégén, hanem alkalmanként fizes ki. Szúrósan rám rettem. Ez a megjegyzés nem volt bókszerű, gyengéd Zeta. A képet még befejezem, addig nem dobom fel a talpamat, akkor kifizetlek. Vállat vont. Azt reméltem, addig dolgozhatok itt, míg el nem végzem az iskolát. Ha kihalsz mellőlem, nézhetek másik állást. Bölcsen tennéd, bólintottam. Eszembe jutottak hajdani pénzkereső, létfenntartó elfoglaltságaim. A szextelefonista múltat kissé más szemszögből láttam, mint annak idején. Ha azt teljesen kihagyom az életemből, talán kevesebb tekilára telik, viszont azzal együtt szerencsésen elmaradt volna egy mindent felforgató ismerettség is. Igen ám, de akkor Altonnal se cseverészhetnék. A fiú azóta is gyakran felhívott. Legutóbb arról mesélt, hogy 13 éves felvilágosult korosztályának két tagja regényesen egymásba zúgott, és a tévéből ellesett módon ölelkezve sétálgattak, csókolóztak és hemperegtek a talajon, azt imitálva, mintha szeretkeznének. Amikor pedig kitört köztük az örök harag, a fiú és a lány megállt egymásra szemközt, és düktől tajtékozva ordítoztak egymás arcába. Pedofil! Vagy te! Te vagy a pedofil, én még csak kiskorú vagyok. Miért? Én nem vagyok kiskorú, te vagy pedofil. Te! Nem én, te! Szerelmük ezzel véget ért. Karácsony közelettével Alton arról mesélt, hogy jött ám a Mikulás az iskolába, miként az ilyen tájt ildomos, és bár a legkisebbek is tudják, hogy az egész rénszarvasos, télfataros, angyalusdi, merő szélhámia a felnőttek részéről, nem rontják el hümmögéssel az ősök kedvét, meg persze azért sem tiltakoznak, mert az ünnep remek alkalom számukra egy rakás nehezen nélkülözhető cucc megszerzésére. Sajnos ezúttal baj történt, ugyanis a bandázó nagyfiúk legdominánsabb csoportja csupa aljasságból túlszulejtette a suliba érkező Mikulást. Bezárkóztak vele a biológia szertárba, azzal fenyegetőzvén, ha a kisebb srácok nem teljesítik követeléseiket, vagyis nem szednek össze minél nagyobb összegű váltságdíjat, avagy beárulják őket a tanerőknek, a rénszarvas hajtó vén szivarnak vége. El lesz vágva a Mikulás fater torka. Kevéssel később kiüzenték, nem ragaszkodnak a készpénzhez, marihuánás bélyeget, spanglit, drogtablettát is elfogadnak, de mobiltelefon, karóra, sportcipő és testékszer is jöhet. A 6 és 13 év közötti korosztály képviselői megtanácskozták az eseményt, és úgy döntöttek, muszáj megmenteni a Mikulást, mert ő egy fontos jelkép. Akkor Alton többször is megpróbált engem felhívni, mivel hallott tőlem az aramentő kommandóról és zsoldos barátnőmről is. Szüksége lett volna értékes tapasztalataimra, esetleg Nicole katonai közreműködésére. Inkább neki adták volna a Mikulás váltságdíját, mint az aljas bandázóknak.
Igaz szomorúságukra nem vettem fel a telefont, ezért kénytelenek voltak a maguk erejéből megoldani a súlyos helyzetet. Néhányan felfegyverkeztek, azon elképzeléssel, hogy tárgyaló küldöttségnek adják ki magukat, és amint a banditózók beengedik őket a szertárba, támadnak. Az erősítés az ablakon keresztül érkezik majd, megtermettebb, küzdősportokban járatos társak képében. Így is lett. A nagyfiúk beengedték a kicsiket, és azok előkapták veszedelmes fegyvereiket, úgy mint meleg vízzel vagy tintával töltött vízipisztolyt és nejlonzacskót, tüsszentőport, csúszas banánhéjat, önjáró sajtot, vegyi fegyvernek minősülő büdös tornacsukát, agresszív zokni múmiát, és ezek alkalmazásával összezavarták a banditózókat. Míg a túszejtők velük küzdöttek, őket röhögték, csúfolták, az idősebb, erősebb fiúk kötélen ereszkedtek le a tetőről, és berúgták a szertár ablakát, és jól elkapták a nagyképű fiúk torkát tökeit, hígképpen eldöntvén az ostrom kimenetelét. Győztek a Mikulás hívei. Kár, hogy utóbb kiderült, az egész egy kapitális csalás volt, mivel a közrühelt matek tanárt lelték a keservesen kiszabadított vattaszakálló jelmezében, márpedig a gyökvonó, gonosz ember. Megérdemelte volna a fogságban marad, míg valakinek hiányozni nem kezd, és akkor ez a fehér hollóképen ritka valaki hívta volna a zsarukat, akik aztán immelámmal kutatgatni kezdik a tanárő nyomait, hogy aztán, vagy hamar, megtalálják a túszt a biológia szertár csontvázai között, avagy soha nem bukkannak rá, később ugyanis gyökvonó már nem igen tűnne ki a csontkollekciós millióból. Alton mód felett kedveltem, ezokból nem bántam meg visszamenőleg a szextelefonista múltat. A többi pénzkereső tevékenységemet változatlan kedvel űztem, és éppen azon tűnődtem, miért is jutott eszembe mindez, midőn Zeta magas, őszhalántékú férfit vezetett festőszobámba, és az a férfi ragaszkodott hozzá, hogy levegyem ingemet, és mélyeket lélegezzek, míg ő végig tapogatja hátamat a fonendoszkóp hűvös korongjával. Azután kaptam egy injekciót, és meg kellett innom egy pohár valamit, ami pezsgett és fehér lepedékes volt. A doktor elment, Zeta a töprengő fotelba ültetett, ott nyomott el az álom. Az őszhalántékú férfi másnap reggel is meglátogatott és belém szúrt, minek következtében idővel jobban lettem, és hamarosan befejeztem a képet. Órákon át néztem a szomorúan végzetes hangulatú vásznat. Hogyan tovább? Rendes mese nem érheti így véget. Hol marad az igazságos végkifejlet? Rájöttem, hogy reggel van, ráadásul szombaté. Hirtelen megkívántam a friss zöldséget. Felültem a motorra, mióta nem jártam házon kívül, a hó nyomtalanul eltűnt, a pocsolyák felszáradtak. Fény áradt körös körül, és a szél olyan illatokat hurcolt, melyek éreztén kedvem lett volna fátyorra vetkőzve táncolni a levegőben vibráló napsugarakon. Az ötletet felfogván inkább feltettem a fény ellenvédő napszemüveget. Szentimentális táncikálhatnékom mindjárt alább is hagyott. Az ősi városrészben lévő, csak nem eredeti állapotában megőrzött piasztér macskaköveit gyalog közelítettem meg. Az öklömnyire dúzott rügyekkel teli, hatalmas termetű platánok, házfák és gesztenyék oltalmában álló pultok és bódék gazdái virágot, gyümölcsöt, salátának valót, illatszert, ajándéktárgyat és ruhafélét árultak. Körbesétáltam a teret, az árusok standjai mögött magasodó, sűrűn rendbetett, újnak tetsző vénséges házakat bámultam, az egymáshoz szorított keskeny épületek, ékes szegélyű kicsiny ablakait, nyikorgóra száradt kapuit, árkádos bejáratait, középük az oroszlánfejes díszkutat és a tér túloldalán zúgó folyócska sétányák kövezett partján andalgó járókelőket. Úgy éreztem, túl fogom élni kudarcaimat. Mire ezek a faóriások robbanni készülő rügyeikből kibontják harsogóan zöld friss leveleiket, én is újra éledek, feledem a csalódásokat. És csak nemrég hullott térdig érő hó, és ugyan hol van most arra? E gondolatra automatikusan jelentkezett az ismerős szúrás a szívemben, ám már annyira megszoktam, hogy szinte alig fájt. Vettem egy fagyit, és leültem egy padra. Ezen is csodálkoztam egy versenyt. Na hát, már ilyen padon ülős idő van? Tudtam és mentem, éjféle gondolatok ellen agydoktorra vagy mamusz beszólásaira volna sürgős szükségem. Lábamhoz tettem a gyümölcsel, salátával, virággal zsúfolt kosarat, hátradőltem, és bámultam kifelé a fejemből. A festő szemével figyeltem a fényeket, árnyakat, az emberek arckifejezését, viseletét, mozdulatait, a piacjáró nép lábainál toporgó galambokat, közöttük a kékeket.
s naná, hogy a kék madarakat megint ki akartam cenzúrázni benyomásaim közül. Jól esett ott ülni, éreztem, hogy élek. Hazavágyódtam az ismerős hegyek, dombok, ligetek, mezők közé, ahol tavasztól télig óránként változik a táj, ez is kihajt, az is kizöldül, amaz díszbe borul, és már is magam előtt láttam a sárga küllős virágokkal lepett domboldalt, a megelevenedő réteket, a fehér fejű csörgővirágokkal borított talajú erdőt. A folyóparti úton biciklista gurult, a kormányra hajoló férfi kalapot, bölcseki, farmernadrágot viselt, termetes, nagy farkú ebb kocogott mellette. A hosszú szőrű, ordas színű, lombos farkát dőfösen magasra meresztő kutya nyelvlógatva baktatott, és úgy tetszett, vigyorog. Gazdája ráérősen tekert néha a pedálokon, a körülötte sétáló embereket, a folyót szemlélte. Néztem széles karimájú kalapját, bőrkabátja hátán a gyűrődéseket, a bringa kosarában zöldellő salátafejet, a nyurga bagettet, a kutyagoló ebet, és átjárt a bizonyosság. Újra kezdhetem. Van élet Selvin után. Léteznek ilyen nyugalmat, erőt, életvarást csugázó férfiak a kék bolygón, majd csak találok egyet. A szél feltámadt, a kalap alá kapott, és megpróbált elillanni vele. A férfi a tovalebben nő fejfedő után kapott, eközben kissé hátra fordult. Elszabaduló haja az arcába áradt. Orromra rántottam a homlokomra tolt napszemüveget, lehúzódtam és összezsúrodtam a padon, igyekeztem rejtőszínre váltani. Valószínűleg sikerült kikevernem arcomon a hullott lomb sárgáját, a mohazöldet, a varbarnát. A férfi elcsípte kalapját. Tekintete megállapodott rajtam. Lehajtottam fejemet. Mire újra felnéztem, jócskán eltávolodott a mellette poroszkáló kutyával. Így történt, hogy visszaestem, megint válságosra váltam. Hazamotoroztam. Vivian Fable, NASZ jelentés, 86. lélegzet. Ott van a megoldás az ujjadon, tőlem kaptad NASZ ajándékul, kap be! Otthon összebotlottam egy fickóval, aki szívdöglesztően merezgette rám szemét, és bohókásan grimaszolt. Felismertem az illetőt, a vállófélben lévő férjem volt. Amúgy az is feltűnt, hogy arca puffadtabb a szokásosnál, bár nem tudtam ez pontosan mit jelent, mivel drogközi állapotait illetően továbbra sem voltam eléggé kiművelt. Miért vagy itt még mindig? Förmettem rá. Mintha nem tudnád. Ez nem olyan kérdés, amire szóban kell felelni. Erre tett a válasz. Költöz! Festőszobámba vonultam. Fellőttem egy vásznat az állványra. Ha törik, ha szakad, befejezem az átkozott, bugyuta, szirupos, szentimentális, érzelgős Gail mesét. Pocsék hangulatomban még egy szamuráj kardot is negédesnek, egy arcú csapást is mézes mázosnak tituláltam volna. Már megjelent előttem a következő kép, ám hiába jelent meg, ha nem hittem benne. Hit és varázslat nélkül nem bírtam festeni. Igaz lehet a mondás, a világ olyan, amilyennek látod. Hát most szörnyen, brrr a világ! Visszatértem a nappaliba, kerestem a bárszekrényben valami bitangul erőset. Akarom a bringás pasast! Valahányszor ezt gondoltam, ittam egy pohárral. Ez sűrűn megtörtént. Van élet Selvin után, gondoltam elmésen a piactéri padon ülve. És ezen meggyőződésemben újra felfedeztem magamnak Jamalt. Ő utána van-e élet? Utána számoltam, mennyi idő telt el az első riport megjelenése óta. Már rég rám kellett volna törnie az ajtót. Ennyi ideig nem bírhatja nélkülem, bármilyen konok is. Azám, de valahányszor esetleg elgyöngült volna szívben és bokában, megjelent az újabb, gazdagon illusztrált interjú a foci csapat nemzésén igázó filmsztárról. Lehetséges, hogy varázsütés nem olvas lesi sajtót, végtére a pletyka magazinok jobbára a nők soraiból szerezik az olvasóikat. Viszont a sorsdöntő dolgok mindig megtalálják címzetjüket. Ütődöttem, méláztam. Miért nem tudtam Jamal kutyájáról? Arról, hogy a pasas piacra jár, bringázik a folyóparton. Hogy ezt azt leszámítva normális emberként él. Mit tudok róla? Ismerem a hangját, gesztusait, illatát, csókja ízét, érintettem testét. És még érinteni vágyom. Sőt, azt akarom, hogy az ő teste szétbogozhatatlanul összegabajodjék az enyémmel, lehetőleg naponta háromszor. Viszont lövésem sincs hol lakik, és azt sem sejtettem, hogy barátnőim istenítik őt. Jól van, abba lehet hagyni, mivel ez nem vezet sehová. Törökülésbe helyezkedtem.
Kiégetnek, üresnek éreztem magam, a festészet is elhagyott, semmi sem maradt, ami vigasztalna. Selwyn Vann szorgott elő a szobájából, sápadt szürke arcinnel lerogyott a fotelba velem szemközt, májbarna alapon rikító sárga mintás, rövid nadrágos pizsamáját viselte, szétvetett lábakkal heverkélt, csupán annyit mocorgott, míg hirtelen felült, elkapta az üveget az asztalról, és kortyolt belőle egy 3 perceset. Köhintett, torkot reszelt, visszanyatlott, rám nézett. Most már kezdem belátni, hogy nem tudlak visszaédesgetni magamhoz, sóhajtott. Jól látod. Gondolkoztam sorsomon, valamit elfuseráltak bennem. Rómeó szerepével be fogok robbanni a világ köztudatába, ez halálbiztos. Most nézd rám, látod rajtam az öröm leghalványabb jelét? Nem láthatod, mivel az egész nem érdekel. Minden életkedvem oda van, boldogtalan vagyok, egy elfuserált flótás vagyok. Semmi más módon nem tudok ebből kitörni, csak a szerekkel. Azok is csupán ideig óráig segítenek, vagy még addig sem, és mégsem lehetek meg nélkülük. Mind gyakrabban rosszul vagyok tőlük. Az emberek gyengének tartanak, megvetnek, mert a szemük láttára megyek le vegetatívba. Megértem, ha nem találsz többé vonzónak. Méltányolhatnád, mert rohadt nehezemre esett belátni ezt. Ég az arcom, ha arra gondolok, hogy te segítettél volna nekem, ha eltökélem a leszokást. Te voltál a legjobb, az egyetlen barátom. Csak hát én nem tanultam meg, miként viszonozzam a barátságot, szerelmet, ugyanis nem volt kitől. Igen, ezek kifogások. Most is hárítom magamtól a felelősséget, mindenről más tehet, én áldozat vagyok. Ezt most inkább nem mondd el, kérlek. Én ilyen vagyok, így gondolkozom. Az utóbbi időben alaposan kiismertem a szüleimet, és még te is megtagadtál, eldobtál. Ez tragikus. Jövő hónapban bemutatják a filmemet. Nem sokára kezdődik a következő forgatás. Még dolgozom, élek. Olyankor viszont engem nem lehet elviselni. Ezt mind átlátom, és mégis képtelen vagyok felemelni a seggemet és lépni valamit. Ja, Jandra, elhiszed, hogy tényleg szeretlek? Nem feleltem. Selwyn legyintett, felkapta a távkapcsolót, beízította a tévét. Első gombnyomásra neki tetsző műsort talált, mivel ebben kollégáim magánéletét taglalták. Kikivel flörtöl, szakít, análozik, banálozik, frigyel. Kikitől vár porontyot, az apa tagadása ellenére DNS-teszt által bizonyítottan. Melyik sztár mennyit fizet 9 hónappal később a liftben, kazánházban, felmosóvödrös szekrényben bonyolított 20 másodperces szexaktusért? Magas, barna, csillagnő, vajon valóban együtt jár félfejjel, alacsonyabb sármőrrel, vagy csak közös filmjüknek akarnak íként hírverést csinálni? A korosodó popdívat rehánykodik, többen tanúsítják, hogy legalább 2 hete nem nyúlt borotvához, és honnan szőrzete már is csípőgér. Selwyn, nyűszítettem. Rám pillantott, de nem észlelt. Visszafordult a képernyőn felé, szomjazta az információt. Az ifjú ígéretes színész tehetséget feltartóztatták gyors hajtás miatt, és mivel zavartan viselkedett, előállították. Kábítószert, valamint engedély nélkül tartott lőfegyvert találtak nála, holnap vonul börtönbe, jogerősen, ha idejét letöltötte, 4 millió órányi közmunkát kell végeznie. Leendő férjem leizzadt kissé, némi törődés után felsóhajtott. Látod, bocikám, nem is szeretett téged a zsernyákod. Ha igazán szeret, többször is simán lesitteletett volna, és akkor szabad az útja te hozzád. Bár szerintem ezek csak ártatlan dolgok. Akkor vezetek legjobban, ha be vagyok anyagozva. Annyira offenzív leszek tőle. A Stuker manapság alapvető tartozék a túlélésért folytatott küzdelemben. A drogbirtoklás? Ezt még büntetik? Nevetséges. Nem folytatta védőbeszédét, mivel 5 érdeklő hír következett egy kollégáról, aki azt nyilatkozta, nősül, közben pedig fiúkkal hancúrozott egy motelben. A személyzet tagjai a reklám után hamarosan csak a Miro riporterünknek exkluzív interjúban elmesélik a pucér valóságot. Feladtam a kultúrát. Úgy döntöttem, inkább meglátogatom a kifeszített vásznat, és megkérdezem a múzsáktól, még legfaképnél hagytak-e. Már éppen feltápászkodtam, midőn Selwyn elkapcsolt a reklámról. A következő adó pletyka műsorában magas, kigyúrt, nem kirívóan intelligens, viszont aranyos hímnemű műsorvezető szépelgő hanghordozással arról sztorizott, hogy egy erőteljesen amfetaminozó férfiú a fogyasztott szer mellékhatásaképpen tulajdon gubadó szemű asszonykája előtt egy rozsdás, életlen konyhai késsel lenyiszatolta önnön péniszét, majd lefarigcsálta herezacskóját is, feltehetően a tettet megelőző féltékenységi összetűzés folyamányaként. – Micsoda! Micsoda! – nyöszörgött Selwyn.
Közelebb hajolt a tévéhez, nehogy elmulasszon valamit. Szerencsére a nő észnél volt, újságolta a magas, aranyos, és gyorsan jégre dobta a férje szerveit, majd megakadályozta, hogy a másul tudatállapotú élete párja saját lábának aprólékos amputációval folytassa a péntek esti családi programot. Így aztán az asszony lélek jelenlétének köszönhetően a férfi visszakapta becseit az orvosoktól, bár azok még jó ideig nemigen fogják megörvendeztetni őt, mivel a hosszadalmas gyógyulási folyamat... Mit csinált az a barom? Levágta? Hörögte életem hajdan volt értelme a meglőtt állat király hangján, és a bab alakú tálon elénk helyezett képillusztrációt bámulta a saját vérükben nedűgben csúszkáló férfi új kincseket. A hóriorgas cukorfalat a súgógépre fókuszált tekintettel továbbra is szépelgő ejtésmódban több mint kétértelmű nyelvezeten összefoglalta, hogy a drogozás ennyire káros az egészségre. Selvin is megértette a közlendőt. A bitang erőset tartalmazó palackra vetette magát, és az utolsó cseppig beszürcsölte az italt. Cigire gyújtott, a staubot ujjai tövénél tartotta, miként szokta, szipálkodás közben mind zaklatottabb állapotba került. – Bocikám, ilyet is szoktam csinálni! – merett rám rémültem. – Tudnál róla? – feleltem. – Már ha a csonkolásra célzol. – És fogok! – sikoltott. – Ugye kinéz? Minden adott hozzá. Féltékeny is vagyok, anyagozok is. – Bólintottam. – Kés is van. Mikor kiejtettem, rájöttem, kár volt. Selvin komolyan pánikolt. Fejreállította a flaskát és rázogatta, ám az már nem adott több nyugtatót. A bárszekrényhez rohant, előkapott egy viszkis palackot, egymás szájára fortak. Azon tűnődtem, miként fékezzem meg háztartásom Dili hopnokát, midőn megcsörrent a telefonom, és annak monitorán Mamusz neve jelent meg. Szobán felé indultam a készülékkel. Szia, hogy vagy? Érdeklődtem. Szia, szia, hadarta izgatottan. Nem érdekes az én, hogy létem. Az előbb beszéltem Andrewval. Jamal megsérült egy ma esti balhés akcióban. Az intenzíven van. Már hívtam a kórházat. Azt mondták, nem adtak felvilágosítást, és csak hozzátartozó mehetve hozzá. Annyit árultak el, hogy túléli. Andrew úgy tudja, sok vért vesztett, és a felépül is nem igen lesz arca, mert egy eszelőző narkós törött üveggel összevagdalta a fejét. Mi közöm hozzá? Nyikorogtam. Ne is próbált hívni a számát, nem veszi fel a telefonját. Miért csinálod ezt velem, Mamusz? Gondoltam, érdekel, valamikor barátok voltatok. Bocs a zavarásért. Kikapcsoltam a készüléket. A nappali felé indultam, nem különösebben érdeklődően a Selvin által okozott zaj iránt, inkább csak azért támolyogtam arra felé, hogy ne legyek egyedül. Skara flegma hangját hallottam a fejemben. Ott van a megoldás az ujjadon. Tőlem kaptad, nász ajándékul. Kap be! Oké, Pézsé, bekapom. Majdani ex-férjem tört, zúzott. Odébb dobta a fotelt, felrúgta az asztalt, földhöz vagdosta a bárszekrényben átsorgó, védekezésképtelen flaskákat. Elnéztem ezt az idilt. Így is lehet élni, de minek? Sóhajtottam. Megálltam mellette a törmelékben, megfogtam csuklóját. Hagyd abba, szóltam halkan. Gyere! Egymás kezébe kapaszkodva küzdöttük fel magunkat a vége láthatatlannak rémlő lépcsősoron. A hálószobába nyitottunk, szertartásosan lefeküdtünk az ágy tetejére. Egymásba karoltunk, és mint a pertut innánk, ajkunkhoz emeltük a kezünket. Emlékeztem az esküvői vacsoráról, Skara szavaira. Tehát ha bármelyiktek megözvegyül, és ez fáj neki, vagy nyakatokba lieg a szörnyű kínhalál, csak finoman a szátokba veszik a gyűrűt, nyelvetekkel érzékletesen kipattintjátok a tüskét, és megnyomjátok. Ekkor a szárnyfedél felpattan, és ti hozzáfértek a pocakos kojtáló és a bötykás monyó belsejében elhelyezett méregkapszulához. Azt beszippantjátok, ketté harapjátok, vártok pár másodpercet, azután szenvedés nélkül gyorsan kimúltok. Garantálom, hogy nem lesz fetrengés, nem fogtok mindent összehányni epezölddel, túrossal. Szóval ez gusztusos, higiénikus gyilok. Tudjátok, manapság oly ritka a romantika, a szerelem, a hűség. Ajándékomat viseljétek akkora örömmel, amekkora szeretettel én készítettem nektek. Az utasítás szerint jártunk el. Selvin a szeme sarkába sandított rám, valóban megteszem-e. Ráöltöttem a nyelvem, hogy lássa rajta a kapszulát. Egyszerre hangosan nyeltünk egy nagyot. Megszorítottuk egymás kezét, és vártunk. Majdnem olyan gyorsan történt, miként Pézsé ígérte volt életem legszebb napján. Még eszembe jutott, hogy nem is az volt életem legszebb napja,
mivel nemrég átéltem még annál is szebbeket, és mindjárt kettőt Jamállal. És ezzel vége is.